adakozó gazdák, első nap az oviban, egyszerű sörött az LKR bejelentő, lövöldözés Körökszent Miklóson. Jó estét kívánok! Önök a nagymunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják. 2019. szeptember 30-án 18 óra 5 perckor. A Magyarok Kenyere olyan jótékonysági program, amelynek kereteik között magyar gyermekeket segítő szervezeteket támogatta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a határokon innen és túl. A program során a Kárpát-medence magyar lakta területeiről nemzeti összefogással búzát gyűjt a kamara a segítőkész adományozóktól, s a felajánlott búz egy részét liszt, a másik részét pedig kenyér formájában juttatja el a rászorulókhoz. A köszönet és hála az nem tud eléggé mélyen megfogalmazódni, hiszen valóban az a mintegy 80 ezer rászoruló, aki ennek az adománynak a részese, és a gazdák felelősségvállalásának és jótékony hozzáállásának az eredményét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tudja eljuttatni a magos segítségével. Ez mindenféleképpen egy óriási eredmény, és még egyszer köszönet érte. A búza gyűjtéséhez igazodva a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területi egységei megyei búzagyűjtő napokat és kenyérünnepeket rendeztek. Az idén is nagyon sikeres volt a Magyarok Kenyere program. A programban részt vett adományozóként saját terményével több megyei gazda is. A Gazda Fórumon a gazdák elismeréseket vehettek át. Az említett fórumon a programban részvevő gazdák közül Györfi Sándor Kossuth Díjas szobrászművész kis plasztikáját vehette át, dr. Fazekas Sándortól, F. Kovács Sándortól és Huba Imre Csabától Cinege Kálmán nagyiványi gazdálkodó, akinek a föld, az állatok, a természet szeretete kiskora óta génjeibe ívódott. A szántóföldi növénytermesztés mellett ma már a húsmarha állománya 1200 körüli, s kezdetek óta ajánl fel búzát a programba. A Magyarok Kenyere kis plasztikáját kapja még itt Karcag városában Cinege Kálmán úr, nagyiváni gazdálkodó. Cinege Kálmán gazdatársunk Nagyivánon élő egyszerű katolikus család egyetlen fiú gyermekeként született Tiszafüreden. A több generáció óta élő cinegék méltó utódja, hiszen a föld, az állatok, a természet szeretete génjeibe ívódott. 1985-ben házasodott meg, és feleségével elhatározták, hogy gazdálkodni fognak. 2000-ben gondolták úgy, hogy folyamatosan átállnak a tejelőállományról húsmarha tenyésztésre. Szántóföldi növénytermesztést is végeznek, amely zömében a meglévő jószágállomány takarmány szükségletét látja el. Fiaik ma is aktív részesei az időközben szép méreteket öltő gazdaságuknak. Ma már a húsmarha állomány közel 600 anyaállatból és azok szaporulatából, melynek összlétszáma 1200 darabra tehető. Köszönjük szépen az adományát, és gratulálunk a Magyarok Kenyerének. A karcagi Makai Pál is évtizedek óta gazdálkodik. Fő tevékenységi köre a mezőgazdasági növénytermesztés és gépi szolgáltatás. Telephelye Karcagon található, tulajdonosai és alkalmazottainak egy része családtag. Jelenleg 400 hektáron gazdálkodik, és ő is a kezdetek óta részt vesz a Magyarok Kenyere programban, több más a gabona felajánlásával. Évről évre a Magyarok Kenyere programhoz köthető díjak és elismerések átadása megtörténik. Mint ahogy elnök úr említette, Györfi Sándor szobrászművész, Kossuth Díjas szobrászművész kis plasztikáját az idei esztendőben itt Karcag városában kapja Makai Pál úr, aki a Karcagi Agro Közkereseti Társaság 2003-ban alakult Kargó Kft. Mellett fő tevékenysége köre a mezőgazdasági növénytermesztés, a gépi szolgáltatás. A telephelyük Karcagon található, tulajdonosai és alkalmazottainak egy része családtagok. Jelenleg 400 hektáron gazdálkodnak. A kárpótlás útján a család visszakapta földjeit, és ezen kezdték el a gazdálkodásukat. A családi hagyományt követte Makai úr két fia, és szintén a mezőgazdaságban dolgoznak, mint felsővezetők. A Magyarok Kenyere programban a kezdetek óta aktívan részt vesznek. Gratulálunk az elismeréshez! Kiszakadni a család biztonságos közegéből igazi megpróbáltatás. De még akkor is szükség van a beszoktatásra, ha a gyermek korábban már járt másik gyerekközösségbe,
bölcsődébe. Ilyenkor a környezetben, a szociális kapcsolatokban, a kicsi egész életkörülményében, tevékenységében olyan változások játszódnak le, amelyeket nem könnyű megszokni. A bölcsödéből, másik gyerekközösségből érkező gyermekeknél az alkalmazkodás valamivel könnyebb, bár őket is megviseli a megszokott felnőtt bölcsödei gondozóktól, társaktól való elválás. A karcagi óvodák óvodapedagógusai nagy türelemmel és szeretettel fogadják szeptember 2-a óta az új ovisokat. Megérkeztek az óvodáinkba a kis új 3 éves óvodásaink. Valamennyi óvodánkba felvételre kerültek a legkisebbekből, és ők már most fokozatosan megkezdték a beszoktatást az óvodába. Ez egy folyamat. Rugalmasan, folyamatosan kezeljük ezt az időszakot, hiszen ez a legnehezebb időszak a gyermekeknek, különösen azoknak, akik otthonról, az anyától szakadnak el ebbe az időszakba, és kerülnek közösségbe, hiszen itt egy teljesen új környezetbe az otthon megszokott dolgokat, tárgyakat, anyucit otthon kell hagyni, el kell válni tőle, és ez egy nagyon nehéz időszak a gyerekek életébe, de mindent megteszünk azért, hogy ez minél zökkenőmentesebb legyen, és minél rövidebb időszak alatt kerüljenek olyan helyzetbe a gyerekek itt az óvodáinkba, hogy jól érezzék magukat, hogy megtalálják azokat a foglalatosságokat, ami kitölti majd itt az óviba a mindennapi játéktevékenységüket. A vezető szerint az új környezet, új dolgok, anyuci hiánya mind új helyzetet teremt a kicsiknek, ezért szeptember 2-án nem egyszerre érkeztek a gyerekek az óvodába, hanem fokozatosan, hogy az óvonénik tudjanak velük egyénileg foglalkozni. Hisz van olyan kisgyermek, aki 1-2 nap alatt, de akinél 2-3 hetet is igénybe vesz, mire egész napra az óvodában tudnak sírás nélkül maradni. Az anyukák kezdetben ott lehetnek néhány órára pici gyermekeikkel, hogy könnyebben elfogadják az új környezetet, az óvodai életet. Az óvodapedagógus kolléganőim úgy szervezik ezt az időszakot, hogy folyamatos a beszoktatás, ahol a szülők és a gyerekek igénylik, az anyás beszoktatás időtartama is egy változó időtartamú lehet. Ott maradhatnak a szülők egy-egy rövidebb időszakra, a gyerekeket először csak 1 óra hosszára, másfél, aztán a gyermek egyéni ütemétől függően növekszik ez az időszak. Van olyan kisgyermek, ahol 1-2 nap alatt, akár már fél napot, és utána egész napot is itt maradnak az óvodájainkba, de van, akiknél azért ez az időszak egy 2-3 hetes időszakot is felölel, mire a gyermekek az egész napra itt tudnak maradni az óviba. A csoportjainkba különböző létszámmal érkeznek, hiszen a vegyes csoportokba oda az elmenő iskolába menő gyermekek helyére kerültek új kisgyermekek, tehát ott az ilyen 5 és 8 közötti létszámba érkeztek az új óvodásaink. A tiszta kis csoportokba oda viszont ugye 25 kisgyermek folyamatosan érkeznek, tehát nem egyszerre, nem szeptember 2-án érkezett minden kicsi, hanem itt is az óvonénik beütemezik, hogy legyen nekik elegendő idejük arra, hogy a gyerekekkel foglalkozzanak, hogy biztonságot tudjanak nyújtani nekik, azt az érzelmi környezetet meg tudják teremteni, amiben átveszik az édesanyától, megvigasztalják, ha szükséges, játékba viszik, bevezetik az óvodai életbe, hiszen ez egy teljesen új szokásrend, szokásrendszer, a társakkal való együttműködést meg kell találni a gyerekeknek, az együttlétet itt az óvodai környezetben, úgyhogy igyekszünk megteremteni ennek a folyamatát, hogy ez minél inkább zökkenőmentes és minél inkább sírásmentes legyen ez az időszak, bár ezt azért tudom, hogy elkerülhetetlen, de nagyon nagy figyelmet fordítunk ebben az időszakban, ez a kiemelt fókusz a feladatainknak, hogy a pici gyermekek beszokjanak az óvodai csoportjainkba. A vezető óvónő azt is elárulta, hogy a vegyes csoportokban a nagyobb óvodás gyermekek is pátyolgatják, szeretgetik a kicsiket, a közös játékba is bevonják őket, és ezáltal a szocializációjuk is hamarabb megtörténik. Nem egy bezárt légtérbe vagyunk a gyerekekkel, hanem itt a szabadban ezt is sokkal könnyebben tudjuk ezt az időszakot így átsegíteni ezen az időszakon a gyermekeket, hiszen a szabad téren azért ők is a szabad játék, a mozgás, az udvari játékeszközök kínálta lehetőségek, az óvonénik által felkínált tevékenységek, a társakkal való együtt tevékenykedés, hiszen itt azért megindul annak a segítése, támogatása, hogy a nagyobb gyerekek
befogadják őket, örömmel fogadják a piciket, pátyolgatják, egy kicsit anyáskodnak fölöttük, hát a kicsik meg ezt ugye élvezik, és ezáltal nagyon jól segítik ezt a folyamatot nekünk a szocializáció területén a gyerekek is, hiszen így vagyunk mi együtt egy közös nagy család itt az óvodában, hogy tényleg mindent megtegyünk azért, hogy a gyerekek is jól érezzék magukat, és a szülők is elégedettek legyenek. A digitális kárbejelentő alkalmazás 2019. januári indulása óta egyre nagyobb népszerűségnek örvend, hiszen segítségével baleset esetén egyszerűen és gyorsan intézhetőek a baleset utáni adminisztratív teendők. A Magyar Biztosítók Szövetségének adatai szerint az alkalmazást a megjelenés óta több mint 220 ezeren töltötték le, és több mint 4200 kárbejelentés érkezett be a kárbejelentőkön keresztül a biztosító társaságokhoz, valamint a Mabizhoz. Az e-kárbejelentő applikáció a ekr.hu oldalról és az alkalmazási boltokból Play Áruház, Apple Store igyenesen letölthető autós kényelmi szolgáltatás. A 2019. januári megjelenés óta az alkalmazás több fejlesztésen, funkcióbővítésen ment keresztül annak érdekében, hogy még egyszerűbb és gyorsabb kitöltést tegyen lehetővé az ügyfeleknek a kiemelten stresszes szituációkban. A legújabb fejlesztéssel külföldi, biztosítatlan teherautó vagy munkagép és annak vontatmányával okozott károkat is be lehet jelenteni az applikációval, valamint el lehet indítani a kárrendezést kaszkóra is. A most kiadott verzióban újítás az is, hogy nem csak a gépjárművezető kapja meg a kárbejelentést, hanem másnak is el tudja küldeni. Például a tulajdonosnak, az üzemben tartónak vagy a flotta kezelőnek. Szintén új funkció, hogy a járművekkel okozott dologi kárbejelentése, ilyen a kerítés, híd, oszlop, stb. Is lehetővé vált az e-kárbejelentővel. Rálőtt a rendőrökre és a végrehajtókra egy törökszentmiklósi férfi, amikor ki akarták lakoltatni. Nem véletlenül mentek egyenruhásokkal a végrehajtók. A férfi ugyanis megmondta, hogy nem hagyja el a házat. Először a három végrehajtóra adott lelövést az udvarán, majd kiment az utcára, és ott a rendőröket is célba vette. Ez a szomszéd férfi nem hallotta a lövéseket, csak hallott az esetről. Bent a portán, ott valami gázpisztolyja durrantott, de ezt csak mondták, hát nem tudom. Ez a szomszédnő a ház előtt gyomlál, mint a Karszak TV stábjának elmondta, kicsit különc a férfi. Ki volt plakátolva valami az ajtajára, elég sok plakát. Ha jók egyáltalán az információim, akkor valami APEC tartozása volt, sok-sok évig, és akkor állítólag árverezésre került a ház, és az ellen tiltakozott. Azt is mondták, hogy valami lövések is voltak, és aztán kész jöttek a rendőrök, más nem tudok. Ő egy különleges ember, aki másképp gondolkodik, mint az átlag, ennek hangot is ad. Ennyi, semmi más, semmi extra. Tehát egy kicsit extrémebb a gondolkodása, de semmi más. A településen mindenki az esetről beszél. Én csak ahogy hallottam, azt láttam, mikor én mentem a boltba, hogy rakott kifele valami nagy papírokat, mit tudom én, miket a kerítésre, a kapura. Annyit hallottam utána, hogy hát tudta biztos, hogy jönnek ezek az árverezők, vagy nem tudom kik azok, és azok bezárta magára az ajtót állítólag, és nem engedte be a rendőröket, mikor jöttek. Azok meg levágták a láncot, amivel be volt lakatolva, meg hát gondolom, hogy hát na, nem tudom, hogy mit csináltak, csak lényeg az, hogy rájuk lőtt állítólag négyet. Azt a férfi elismert, hogy lövöldözött, de a bűnösségét tagadta. A bíróság elrendelte letartóztatását. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!